Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorba hoztunk Önöknek egy kis táncos mulatságot, aztán foglalkozunk a védőoltások fontosságával, és végül mutatunk Önöknek egy Guinness rekordot is. Tartsanak velünk! Kézműves foglalkozással és gyermekjátszóval indult január 2. hétvégéjén az újévi táncház. Majoros Andor, az Albarégia táncegyüttes menedzsere híradónknak azt is elárulta, hogy idén a tavalyihoz hasonló módon rendezik meg a Néptáncfesztivált. Nagy volt a nyüzsgés a táncházban, egy kis szünet után újra beindult az élet. Az újévi táncház során kézműves foglalkozásra, népi gyermekjátszóra várták a legkisebbeket családjaikkal, a nagyobbaknak pedig Vajdaszent Iványi táncokat tanítottak kiváló néptáncosok. február 1974 nyúlik vissza a foglalkozások története, amikor a mai Albarégia táncegyüttes elődje elindította a táncházat fővárosi mintára. Ez a sikersorozat ma is tart, minden hónap második szombatján nagy látogatottsággal fogadják a néptáncot, népzenét szerető családokat a Malom utcában. 1974 volt az a dátum, február valahányadik, amikor az Albarégia táncegyüttes elődje, Feri megye népi együttes, elkezdte Székesfehérváron a táncházat, amit 72-ben a fővárosban, és ez a sikersorozat zajlik egészen a mai napig. Minden hónapban, általában második szombaton, kivétel amikor nem, nagy látogatottsággal itt a Malom utcai táncházban tudjuk fogadni a néptáncot, népzenét szerető családokat, kisgyermekeket, fiatalokat. Szeptembertől elkezdtük az évadunkat, évadnyitóval, majd egy őszi táncház októberben, illetve márton napjáig eljutottunk. Mikulás táncházunkat óvatos duhajként nem mertük bevállalni, mert állítólag a járvány akkor tetőződött, dett, és nem mertük megreszkírozni, hogy a karácsony családi találkozóknak ez valahogy gócpontja legyen, de úgy gondoltuk, hogy ezt túlvészeltük, és mindenki, aki egészséges szeretne maradni, nyilván csak egészségesen jöhet be ide a táncházba, és reméljük, hogy ez az élmény továbbra is őt egészségben tartja és a családját. Nagyon fontos ez, hogy első kézből kapják azt azokat az impulzusokat, mint az élő népzene látványa, vagy azt, hogy sok kisgyerek együtt szaladgál, tehát az hihetetlen élmény, amikor látjuk, hogy bejönnek egymás nem ismerő családok, és a gyermekeik 2 perc játék szaladgálás után már barátok lesznek, és így talán a szüleik is közelebb kerülnek, és igen, tervünk az, hogy ez egy nagy közösség legyen, még ha nem is lesz az Albarégia Tánc Együttes aktív tagja, vagy a művészeti iskolánk tagja, de ez egy nagyon jó kiinduló pont, de azt elérjük, hogy például a Királyi Napok fesztiválokon állandó résztvevőink, illetve a hasonló népművészeti rendezvényeink látogatói lesznek és maradnak. És ha már szóba került a nagy sikerű néptáncfesztivál, Majoros Andor a polgármester kérését is elárulta az idei rendezvénnyel kapcsolatban. 2022. augusztus 13 és 17 között a nagy színpadot hazai hivatásos együttesekkel töltsük meg, mint ami tavaly a táncünnep alkalmával. Nagyon jó volt látni, hogy újra birtokba vehettük az Zicsi színpadot, illetve a közönség reakciója is az volt, hogy végre valami történik. Úgyhogy 5 napon keresztül, ha minden jól megy, akkor az Állami Népi Együttes, a Duna Művész Együttes, Ferenci Györgyék, a Jásság műsorával, Fitos Dezső Társulat, és hát az Albarégia Tánc Együttes is megmutatkozik.
főhadiszálláson, a táncházban pedig világzenei koncertek és egyéb gyermek és családi programok várnak majd mindenkit, ám addig is egész évben tárt kapukkal várják a Malom utcába látogatókat. A táncos foglalkozások mellett idén is lesznek szóló és csoportos táncversenyek, és az Árta is dolgozik egy új műsoron, amit nyáron szeretnének bemutatni. Miért fontosak az oltások, és miért nem kell félni tőlük? A következő stúdió beszélgetésünkből kiderült. Mosolygó Éva házi orvos volt a vendégünk. A következő percekben az oltások fontosságáról fogunk beszélgetni Mosolygó Éva házi orvossal. Köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntelek téged is, a nézőket is. És hogy belevágjunk a közepébe, azt tapasztalom a majdnem két év koronavírus elleni küzdelem idején, hogy nagyon sok alapfogalommal nincsenek az emberek tisztában, és ezért lehetséges, hogy olyan sok bolondság forog közszájon, és most ez egy nagyon jó lehetőség, és szívesen élek vele, hogy magyarázok néhány nagyon egyszerűnek tűnő fogalmat. Például, hogy mi az immunrendszer, hogy mit jelent a védőoltás, hogy hogyan alakult ki, hogyan vették észre, hogy védőoltással egyáltalán miket lehet elérni, és milyen típusú védőoltások vannak. És ha egy kicsit ebben így rendet teszünk, érthetővé válik, akkor a nagy reménységem szerint így szolgáljuk a jó ügyet, és így hoz egyre több ember jó döntést, okos döntést, becsületes döntést a védőoltásokkal. Mert hogy oltások, illetve védőoltások ugye már több száz éve léteznek, hogyha én egy picit így utána néztem, ha jól mondom, akkor 1931 és 41 között itthon még csak a diftéria, azaz a torokgyík elleni oltás létezett a gyermekek részére. Igen, nagyon jól tudod. De ami még érdekes lehet, még inkább visszamenni az időben, ha nem Magyarországot nézzük, az 1797-ben egy angol sebészorvos, akkor még nem voltak immunológusok, nem voltak virológusok, egy sebészorvos egy érdekes megfigyelést tett, miszerint akkor egy nagyon nagy probléma volt már abban az időben, egészen az ókor óta a himlő, az igazi himlő, variola, fekete himlő, és nagyon sok járványhullámot okozott a Földön. És ez a sebészorvos megfigyelte, az a neve, hogy Edward Jenner, megfigyelte, hogy a tehénhimlő, aminek a korokozója egyébként nagyon hasonlít az emberi himlő korokozóhoz, hogy akik gondozzák a himlős teheneket, azok nem betegszenek meg emberi himlővel. És ez az érdekes megfigyelés egy zseniális gondolatot szült benne, nagyon bátornak kellett lennie, megkaparta, mintát vett a himlő hólyagocskákból, és egy vállalkozó kisgyerek, aki mindig ott sertepert ért körülötte, sebet ejtett a karján, és beletette ezt a kaparékot. És utána fertőzésnek tette ki, és képzeld el, képzeljétek el, nem fertőzöttek meg emberi himlővírussal. És utána a saját gyermekén is, saját magán is, környezetében egyre több emberen ezt kipróbálta, és kiválóan működött. És ez a zseniális megfigyelés hozta az első védőoltást, a legelső tudatos védőoltás, ezért a fekete himlő ellen született, amit aztán az egész világon alkalmaztak, Magyarországon is. 1978-ban hagyták abba, mert 1978-ban mondták ki, hogy teljesen himlőmentes a Föld. El lehetett érni, hogy védőoltással, hát érdekes megfogalmazás ez egy vírusa, de lehetetlenné tették a vírust, és ezért meghalt, elpusztult, kipusztult a Földről, mert nem talált magának utat, mert oltott emberekkel volt körbevéve. Uh-huh. És akkor még nem volt arra vizsgáló módszer, hogy lássák magát a kórokozót, de a megfigyelésből egy zseniális elv született, amit utána nagyon sok védőoltás kifejlesztésében használtak. Magyarországon nagyon jól mondtad, a diftéria, a torokgyík volt a legelső, utána a második, aztán a tetanusz elleni védőoltás, és aztán a dipertez, már biztos mindenkinek ismerős, olyan régen, 1954 óta szúrunk dipertével, ugyanazzal az oltóanyaggal a mai napig is zseniálisan működik, amiben háromféle hatóanyag van, háromféle kórokozó ellen, és így Magyarországon egyáltalán nincs diftéria se, szamárkölgés se, tetanus sem. Nekem még, hát úgy mondhatnám, hogy volt szerencsém látni igazi tetanuszos beteget, de hát ez az életkoromnak köszönhető, és annak a véletlen idézőjeles szerencsének, hogy egy gyakorlatomon, még akkor nem is voltam orvos,
egy intenzív osztályon volt egy tetanuszos beteg, aki még olyan idős volt, hogy nem volt oltva tetanusz ellen, és megcsípte a kakas a lábát, és sajnos bekerült a tetanusz spórája a trágyás földből a kakas csőrén abba a kisebbbe, és aki tetanusz lesz, az nagy valószínűséggel meg fog halni. Ő egy ilyen merev görcsös állapotban volt, és ezzel az a baj, hogy a tetanusz olyan toxint termel, ami a haráncsikolt izmokat, az akaratlagos mozgató izmokat megmérgezi, az a toxin, és egy ilyen feszes görcsbe hozza a testet, és a légző izmok sem működnek, nem tud lélegezni, és sajnos óhatatlanul szinte biztosan halálhoz vezet, igen nagy százalékban. Nincs más mód, nem is tudjuk gyógyítani ma sem a tetanusz nevű betegséget, csak a vidoltás létezik, de íme egy kiváló precedens, példa, hogy magyarul beszéljünk, hogy arra, hogy a vidőoltással teljesen egészségesen lehet működni. Nekem az is az egyik bánatom, hogy nem örülünk eléggé a vidőoltásoknak, és azért kellene ennek az öröméről sokat beszélni, hogy ne felejtsük el, hogy egy csomó betegség Magyarországon azért nem létezik, mert van vidőoltás. És szoktam mondani a betegeimnek magam körül, akik hezitálnak, hogy oltás vagy nem, hogy itt a kérdés az, hogy oltás vagy betegség. És ha nem is 100%-osan, de 99, akárhány százalékosan nem okoz gondot a vidőoltás, míg a betegség az igen nagy százalékban okoz gondot. De most eltértem a vidőoltásoktól, nem is a betegségről akarok beszélni, ami egy szörnyűség, és aki a beteg emberek közelében van, azoknál az embereknél nincs kérdés, hogy mit akarunk. Én is, mint háromszor oltott, már alig várom, hogy a védettségem az a stabil és aktív maradjon, hogy mi lesz a jövő, milyen irányba megy a vírus, hogy tudjunk okosan lépni, hogy folyamatosan védett legyek, mert én semmiképpen nem akarok átesni ezen a betegségen. Semmiképpen. És ennek komoly okai vannak, hogy én ezt mondom. Hát nyilván azért is, mert tapasztalod és látod testközelből, hogy mit okoz. Már tapasztalom is, és milyen jól fogalmaztál, és még ami minden tenivalónk lesz a Covid-on átesett betegekkel, az majd ezután jön, mert most tüzet oltunk, most arra van kapacitásunk, meg szinte nincs is, de muszájból a Covid-os betegekkel foglalkozunk, az ő aktuális tenivalóikkal, de az utógondozás a már lassan 2 éve az elejétől átesett betegeknél már el kellett volna, vagy el kellett kezdenünk, és még nagyon döcögösen megy, mert nincs rá idő és kapacitás. Azok a post-covid ambulanciák, amik elindultak, tömve vannak, több hónapos várakozás van, mire valaki oda bejuthat. A házi orvosok is tudják már, hogy milyen protokollokat kell csinálnunk. Egyszerűen nincs rá idő, és óriási erőfeszítés kell, hogy kezdjük el és csináljuk, és foglalkozunk azokkal az emberekkel, akik akutan nem covidosak, nem betegek, de átestek rajta, és fel kell mérni, hogy milyen károkat hagyott vissza maga után a fertőzés. Szóval ezek nagyon hosszú történetek lesznek, és mindent meg kell tennünk, hogy kanyarodjunk vissza a vidőoltásokhoz. Magyarországon manapság a vidőoltásoknak van 3 nagy csoportja, a kötelező vidőoltások, ott kérdés nincs, lázadoznak emberek, szerintem nem indokolt gyermeteg okokkal, hogy nem akarják beadatni a gyermeküknek a vidőoltásokat, azok nagy kudarcos történetek. A kötelező vidőoltások azért kötelezőek, mert bizonyítottak is nagyon-nagyon fontosak, és páratlan, és büszkeséggel tölt el, hogy Magyarországon mennyi páratlanul jó eredményeink vannak a kötelező oltási sorunknak köszönhetően. Aztán vannak olyan vidőoltások, amik választhatók. Óriási kérdés, most lehet, hogy nem lesz idő rá szintén a HPV vírus elleni védőoltás. Olyan szívesen beszélnék róla lelkesen, vagy mert hogy olyan csodákat lehet vele elérni, és olyan fontos dolgokat tudunk megelőzni, méhnyakrákot, vagy fiúgyermekeknél is, de nem megyünk bele ebbe a témába. Vagy mint a hepatitis elleni védőoltás. És van a harmadik csoport, ami bizonyos eseményekhez kötött, például, ha valaki külföldre utazik olyan országba, ahol Magyarországon nem jelenlévő kórokozóval találkozhat, és az ellen specifikusan akarjuk védetté tenni. Hát ezek a fő nagy védőoltás csoportok. Vagy egy másik szempontból csoportosítva vannak aktív és passzív védőoltások. Zömében az aktív védőoltásokról kellene beszélnünk.
ugyanis akkor most visszafelé megyünk, hogy mit jelent az immunrendszer, és mit jelent védő oltással működése késztetni az immunrendszert, azt úgy tudnám elmagyarázni, hogy az immunrendszerünk egy olyan együttese a sejteknek, bizonyos sejteknek, szöveteknek, szerveknek, amik a külvilágból felénk érkező támadásokat kivédeni hivatottak. És ez nem egy ponton lévő szervünk, mint a lép, hogy ide nyúlok, itt van a lép, és ezt csinálja, hanem ettől azért bonyolultam, mert egy csomó minden részt vesz. Ezeknek a szöveteknek, szerveknek az a közös tulajdonsága, hogy egy külvilágból beérkező kórokozó ellen azt felismerik jó esetben, és ellenanyagot termelnek, és a fagocitákkal, a bekebelező sejtekkel bekebelezik, az ellenanyagok rácuppannak, megsemmisítik, elszállítják különböző funkciókkal, de mindegyik azért van, hogy a külvilágból bejövő és betegséget okozható kórokozót megsemmisítsék. Amikor védő oltást adunk, akkor az történik, hogy beadunk valamit, vagy egy legyengített vagy elölt kórokozót, vagy annak csak egy hasított kis részét, ami szintén elvégzi a dolgát ugyanazzal az eredménnyel, vagy egy valami kis felszíni fehérjéjét, antigénjét, felszíni alkatrészét, és azzal elindítjuk az immunrendszert. Hát egy kicsit becsapjuk, de azt imitáljuk, mint hogyha fertőzés történne a külvilágból, veszély nélkül. Mert nem jön létre betegség, hiszen az a kórokozó vagy elölve van, vagy elgyengítve úgy, hogy nem tud megbetegíteni, vagy különösen, ha csak egy alkatrészét tartalmazza, és a szervezet megtanulja felismerni, mert az immunrendszernek az a nagyon-nagyon jó tulajdonsága, hogy fejleszthető, megtanulja a beérkező kórokozót, vagy a beérkező kórokozószerű védőoltást, és amikor legközelebb találkozik, minél többedik alkalommal találkozik, annál felkészültebben, annál gyorsabban, annál okosabban rácuppan, és már reagál, és nem jön létre betegség. Kell-e félni a különböző védőoltások mellékhatásaitól, és mikor vannak, most így csúnya szóval fogalmazva, kontraindikációk, amikor ugye nem javasolják az oltások felvételét? A kontraindikációval kezdem. Nagyon kevés a kontraindikáció, sokkal kevesebb, mint ahogyan hisszük. Az immun, még a legyengített vagy gyenge immunrendszerű embereknek is adunk be védőoltásokat, egyedi megítélés kérdése, és ott a gondozó intézmény orvosa dönt arról, hogy az optimális időt és az optimális oltóanyagot megtaláljuk. Nekik inkább olyan oltóanyagot adunk, amivel nem jut be kórokozó, hanem csak az immunrendszert, amennyit lehet a legyengített immunrendszerükből, mégiscsak serkentsük a megtanulás folyamatára. De még az immunrendszeri betegségek sem, bizonyos immunrendszeri betegségek, illetve bizonyos kezelt daganatos állapotok, az sem örökösen, hanem csak bizonyos állapotokban, illetve az aktuálisan lázas állapotok az, amikor nem szeretjük a szervezetet azzal terhelni, az is csak egy relatív kontraindikáció, de azért lázas állapotban nem szoktunk beadni védőoltást. Nagyon kevés az olyan betegség, és még néhány autoimmun betegség, amikor megfontolandó. Van egy nagyon jó tanácsadónk, több is, nagyon sok, akik segítenek bennünket, mindenkit, aki védőoltást ad be Magyarországon ma, tanácsadó emberek, az immunológia nagyon jó ismerői, az onkológiai szakemberek, akik segítenek nekünk az egyedi eseteket elbírálni, hogy a legnagyobb biztonságban legyenek betegeink, és hogy mindenki kapja meg, aki csak megkaphatja, és hogy az a nagyon kevés ember ne kapja meg, akinél ez veszélyt jelenthet, és azoknál az embereknél is mit tudunk tenni. Nagyon-nagyon sokáig tudnám folytatni az oltások kivesézését. Szerintem ami most a legeslegfontosabb ezekben a napokban, arra hívjuk fel még itt a beszélgetésünk végén a figyelmet. Ugye itt van nyakunkon az influenza, illetve már jócskán benne vagyunk a koronavírus, hát ez nem is kérdés, ugye folyamatosan itt van velünk. És most ezeknek a kevert változata is megtalálható már. Mondjuk el akkor még egyszer, arra kérlek, hogy miért fontos az, hogy tényleg mindenki felvegye akár az influenza, akár a koronavírus elleni védőoltást?
azt az egyszerű mondatot szeretném hangsúlyozni, hogy nem a védőoltástól kell férni, hanem a betegségtől. És hogyha egyszerre van jelen két betegség, te helyesen fogalmaztál, de félreérthető az az összeolvasztott név, amit az influenza vírus fertőzés és a koronavírus fertőzés együttes jelenléte okoz. A nevüket összeolvasztották, de a két vírus egyáltalán nincs kölcsönhatásban egymással, de ha egyszerre jelentkeznek, akkor az óriási megterhelés a szervezetnek, és ezért jó kivédeni egyiket, másikat, de leginkább mindkettőt védőoltással, mert az olyan nagy megterhelés, hogy sokkal hatványozottan nagyobb az esélye, hogy légzési elégtelenség alakul ki, fulladás, akár lélegeztetőgépig. És az influenza vírus elleni védőoltásról azt hadd mondjam el, hogy az bizonyított tény, hogy aki felveszi évről évre az influenza fertőzés elleni védőoltást, annak az összes többi, nem véd specifikusan, de az összes többi fertőző betegség ellen is okosabban, hatékonyabban reagál az immunrendszer, mint egy tréningelve van ezekkel a védőoltásokkal az immunrendszere, és ezért aktív, cselekvőképes és gyorsan reagál. Nagyon okos dolog, márpedig évtizedek óta nem láttunk mellékhatást, szövődményt influenza vírus elleni védőoltásnak. Nincs miért ne fölvenni. Ott van az a kis halk tény, bár elhalványultak a vizsgálatok, és más irányba mennek most, de aki influenza vírus ellen is védve van, egy kicsit jobban reagál a szervezete a koronavírus támadására is, de igazából jó védelmet a koronavírus elleni védoltás jelent. Nem a védoltástól kell félni, hanem a betegségtől, mert a betegség félelmetes és kiszámíthatatlan, és teljesen egészséges, teljesen jó állapotú, nem krónikus beteg fiatal embereket is veszítünk el oltatlanul. Ez a rettenetes tragédiája ennek a járványnak. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és egy kicsit felhívtuk közösen az oltások beadatására a figyelmet. Remélem, hogy sokakhoz el fog jutni ez az üzenet, és hát várunk máskor is egy hasonló témában, akár a hepatitisről is beszélgethetünk legközelebb, illetve az elleni oltásról. Köszönöm a lehetőséget. Negyedik alkalommal lett Guinness rekorder Alexi Zoltán a Dinnyési Várpark alkotásaival. Kollégáink a helyszínen jártak. Mi 2015. januárjában adtuk be az első kérelmünket. Alexi Zoltán, a Dinnyési Várpark és Skanzen megálmodója, tulajdonosa mesél arról, hogyan került be először a Guinness rekorderek közé. Mint mondja, végül 3 évvel a kezdeményezés után 2018-ra lett meg az első rekord. December végén pedig már a 4. alkalommal vehette át az oklevelet. A vármentés volt itt a cél, egri csillagokból jött az ötlet, hát nyilván mindannyian olvastuk gyerekkorunkban, legalábbis remélem, anyami korosztályunk még olvasta, és aztán akkor megragadott ez a téma. Rá kellett jönnöm, hogy nagy várat azt nem valószínű, hogy fogok tudni építeni, kicsiket viszont igen, és aztán egy kicsit még tovább gondolva úgy gondoltam, hogy akkor egy vármentő parkot próbálok összehozni, szóval itt kifejezetten problémás várak vannak, vagy elfeledett, vagy romos, vagy halálra ítélt, vagy holt, és ezeket próbálom felhozni a felszínre, régészeti ásatási anyagokból elindulva. Persze, amit még találok, azt összegyűjtöm, és a végeredmény pedig megépítem. Nyilván ezek rekonstrukciós elképzelés alapján vannak felépítve. A jó Isten tudja pontosan, hogy nézhettek ki, de minden esetre a régészeti ásatási anyagok szerintem jó kiindulási alapok. Történelmi Nagy-Magyarországot ábrázolja a sétánynak a körona, és próbálom úgy elhelyezni őket, ahogy annak idején voltak megyényi pontossággal, a Fehérvári vár a kivétel. Amiket most építettem, azok egytől egyig Románia területén találhatóak, azaz erdélyi országi várak,
érdemes majd őket megnézni. Léttavára, Diót, Bágy, Breáza, Fehéregyháza is készen van most már. A Guinness Recorder tervei már megvannak a jövőre nézve is. Szeretné 70-re gyarapítani a várak számát és az Árpád korból egy forró tundát, illetve a székesfehérvári istvánkori bazilikát is szándékozik megépíteni. Ez volt már az Együtt magazin, ha tehetik, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!